Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket a 15. jubileumi környezetvédelmi bálon. Ahogy a mai estére készültem, egy kis önvizsgálatot tartottam. Vajon én hogyan tudom, mint átlag ember az Önök munkáját segíteni és hozzájárulni a sikerükhöz és eredményességükhöz? Nos, arra jutottam, hogy mint anya, továbbra is jó példát mutatok a lányomnak, és mondjuk nem fogom továbbra se folyatni mosogatás közben a vizet, és szelektíven gyűjtjük a hulladékot. És azt gondolom, hogy egy ilyen sokat fogyasztó társadalomnak, mint a miénk, annak igenis szüksége van egy környezettudatos szemléletre, és ehhez megpróbálok még jobban hozzájárulni, mint személyiségfejlesztő coach. No, de a mai este az nem a munkáról szól, hanem a kikapcsolódásról és a szórakozásról. Nagyon színes programmal készültünk éppen ezért Önöknek, finom falatokkal, tehát garantált lesz a jó hangulat, rajtunk nem múlik majd. Ennek a mai estének azonban az egyik kiemelt eseménye az Önök munkájának és eredményeinek elismerése és díjak átadása. De mindezek előtt most színpadra szólítom a Földművelésügyi Minisztériumból V. Németh Zsolt államtitkár urat, és kérem, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Elnök urak, hölgyeim és uraim, kedves vendégek! A farsang az hagyományosan a bálok időszaka, és mint ilyen a maskaráké, az állarcoké, és ahogy a néprajzosok mondják, az alakoskodásé. Ez remek alkalmat ad arra, hogy kivetközzünk a bőrünkből, és elrejtsük saját személyiségünket. Míg mások ugyanebben az időszakban, például a tűzoltók, aztán a vadászok, erdészek, azok meg ellenkezőleg egyenruhákban mennek a bálba, önazonosságukat is ilyen látványos módon felmutatni. Nos hát itt a környezetvédők és itt a víziparral foglalkozóknak a bálján nem látunk ilyen közös egyenruhát, és hát én ma egy olyan bálba kaptam meghívást, ahol álcákat és állarcokat sem láthatunk, hanem mindenki tudja saját magát felmutatni. Akár minisztériumi alkalmazottként, dolgozóként, vezetőként, vagy éppen hatóságnál tevékenykedőként, de teheti ezt akár nagykövetségen, vállalatnál, tervezőként, szakértőként, kivitelezőként, szolgáltatóként, gyártóként. És a közös valamennyiükbe, remélem valamennyiünkbe, a környezet iránti elkötelezettség. Maga a környezetvédő az nem egy szakma. Nem egy, mert minimum szakmák összessége. És amennyire sokszínű mai világunkban a károkozás, a környezetünk terhelése, ahogy kárt okozunk a termőföldben, a vízben, a levegőben, ahogy megtereljük a flórát és faunát, én hiszek abban, hogy éppen olyan sokoldalú maga a gyógyítás, maga a beavatkozás szándéka, akarata és lehetősége. Legyen az akár ipari, mezőgazdasági területen, vagy éppen a mindennapi életben levő tevékenységünk során. Szükség van át ezért mindenki tudására ezen a területen. Szükség van a tudóséra, szükség van az elkötelezett civilekére is, de leginkább engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy szükség van a gyakorlatban tevékenykedőkre. Az előbb azt mondtam, hogy a környezetvédő az nem egy szakma, de úgy is hangsúlyozhatnám, hogy a környezetvédő az nem egy szakma, hanem minimum talán hivatás. Nem csupán valamiféle érzelmi viszonyulás, valami szép lelkűség, legkevésbé sem az, hanem erkölcsi alapvetés, életmód, de egyben tudatosság és gyakorlatiasság is. Hát én örülök annak, hogy ma a két szervező
szervezet az itt felmutat jó néhány példát ebből a díszes és jeles szakmai társadalomból, akiket mások elő is mintáért tudunk felmutatni. Szívből gratulálok a mai kitüntetetteknek. De hát, hogy az ünnepük kiváló legyen, azért legtöbbet azért mégiscsak mi tudunk tenni, mi bálozók. Ahol segítségünk hívhatunk mindenféle ilyen báli etikettet, írott meg iratlant, az egyiket föllapozgattam, és az volt benne, hogy úri ember a bálban, az akóját, azt verekedés kezdeményezése vagy megakadályozása céljából veszi le. Nos, gyakorlati tapasztalataim szerint ez itt, közép-európai kultúrkörben kezd elévülni. Egyrészt nincsenek verekedések, másrészt ez a kettő indok kiegészült egy harmadikkal, hogy megha melege van. Nos, hát maradjunk annyiban, hogy az akó ide-oda-oda teszik az urak, ahova tetszik, de jó lenne, hogyha a táncparketre kijöve a szélén hagynák a napi gondjaikat, nehézségeiket, és hogyha állarcot nem is, de magukra vennék az ünnepi hangulatot és a báli modort is, és rajt magukon tartanák egész éjszaka. Jó szórakozást kívánok valamennyiüknek. Köszönjük szépen államtitkár úrnak ezeket az ünnepi kedves gondolatokat, és most pedig felkérem a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnökét, dr. Kovács Lászlót, hogy ünnepélyesen nyissa meg a bált. Estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, és rögtön bejelentem, hogy nem ketten vagyunk Kovács Lászlók, hanem Kovács Károly, a Vízipari Szövetségnek az elnöke. Szintén szeretné majd köszönteni a résztvevőket. Államtitkár úr beszéde után én azt hiszem, hogy megismételni való nincsen. Tökéletesen összefoglalta azt, amit én elmondhattam volna a környezetvédelemről, a szerepéről, fontosságáról. Talán egyetlen egy megjegyzést tennék hozzá, és ezen gondolkodjunk el akkor, amikor ezen bál alkalmával is tulajdonképpen fogyasztunk. Fogyasztunk lehet, hogy fölöslegesen, de azért, hogy jól érezzük magunkat, és hogyha egész évben rendesen dolgoztunk, akkor ennyit minimum megérdemlünk. Tehát, tisztelettel köszöntöm a bál megnyitásáért V. Németh Zsoltot, a Földművelési Minisztérium környezetért, agrárfejlesztésért, hungarokamökölt felelős államtitkárát, aki a bál fővédnökét, dr. Fazekas Sándor miniszter urat képviseli. Elnézést kérek és türelmüket, elég hosszasan fogom olvasni a laudációkat. Köszöntöm a brit nagykövetség képviselőit, a Földművelésügyi Minisztérium, Belügyminisztérium, Külügyminisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, valamennyi jelenlévő munkatársát. Köszöntjük az Országos Környezetvédelmi Tanács elnökét, dr. Bándi Gyula professzort és a tanács jelenlévő tagjait. Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség és a megjelent környezetvédelmi természetvédelmi felügyelőségek munkatársait. A Magyar Nemzeti Kereskedő ZRT munkatársait, a társszövetségeket, úgy mint a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetséget, a Magyar Hidrológiai Társaságot, a Magyar Víziközmű Szövetséget, a Hulladékhasznosítók Országos Egyesületét, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének vezetőit, a Magyar Mérnökkamara képviselőit, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőit, és természetesen valamennyi fel nem sorolt vendégünket. Ahhoz, hogy ez a bál létrejöhessen, évről évre a szövetségünk tagjainak komoly erőfeszítést kell tenni, és támogatókra van szükségünk. A támogatók közül a fő támogatók az Alkufer Kft., a Bálint Analytica Kft., a Fegrup Invest Zrt., a Princeford csoport, Dunapak Zrt., Dupara Kft., Hamburger Hungária Kft. És a Textrade Kft. Támogatóink az ATEF Zrt., a BDL Kft., az Elgoszkár 2000 Kft.,
az Envirotis Holding ZRT, a Fővárosi Vízmű ZRT, Holofon ZRT, a Huke csoport, a Megoldás Kft., Palota Kft., Pureco Kft., Septox Kft., Trendekon Kovi Kft. És Westlink Hungária Kft. Mindösszesen 18-an, valamennyien azért tették ezt meg, hogy jól érezzük magunkat. És most átadom a szót Kovács Károlynak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és hadd mondjak néhány szót, kezdve azzal, hogy a vízről, mint az életről, az élet forrásáról szoktunk beszélni. Én ma csatlakoznék államtitkár úrhoz abban, hogy a vízről, mint a környezeti elemeket összekötő elemről, és a társaságot összekötő elemről szeretnék néhány szót mondani. Kezdve a savas esőktől, a víz útja, a természeten keresztül, vagy akár a hulladéklerakók csurgalék vizéig, átszövi a környezetet, átszövi a környezeti elemeket. Én azt gondolom, hogy mindannyian, akik most itt vagyunk, kapcsolódunk ehhez a környezeti folyamathoz, és mielőtt a zárszót mondanám, egy pillanatra felidézném a ma délután egyik eseményét. Unokaöcséimmel Lego összerakásban voltunk, és a Star Wars, a Csillagok háborújából az elemeket raktuk össze, és azt a gondolatot hoznám ide, hogy az a összefogás ereje legyen velünk, amellyel a környezetért és a vízelemeiért harcolunk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen dr. Kovács Lászlónak és Kovács Károlynak, hogy ezennel ünnepélyesen is megnyitották a bált, és ahogy a bevezetőmben mondtam önöknek, ennek az estének az egyik kiemelt eseménye az önök munkájának elismerése. Hagyományosan ezen az estén kerül sor a Környezetvédelem Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége által alapított díjak átadására. Elsőként a Környezetvédelmek díjak átadása következik. Ahogy önök közül sokan tudják, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 2000-ben alapította meg a Környezetvédelméért díjat. A díj megalapításával az volt a cél, hogy erkölcsi támogatást biztosítsanak a kiemelkedő környezetvédelmi ipari és szolgáltatási tevékenységet folytató környezetvédelmi vállalkozásoknak és kimagasló környezetvédelmi munkásságot felmutató személyeknek. Ezen díj átadására most felkérem V. Németh Zsolt államtitkár urat és dr. Kovács László elnök urat. Mint az ismeretes, a díjnak az átadását a szövetség elnökségének a zsűrizése előzi meg. A beérkezett pályamunkák közül 2 cégnek ítéltünk meg díjat, valamint egy magánszemélynek. A cégek nemzetközi együttműködése kategóriájában díjat nyert az Akusztika Kft. A cég tevékenysége levegőminőségvédelem, zajvédelem, környezetvédelmi tanácsadás. A bajai székhelyű mérnökiroda 2002 óta tevékenykedik a környezetvédelmi és munkaegészségügyi mérések, engedélyeztetések területén. Kezdetben Baja környékén, később az Akusztika Kft. Megalakulásával az ország egész területén. 2005-ben Horvátországon szabadtéri szórakozóhelyek zajmérését végezték, 2006-ban Romániában indítottak céget. Egy német környezetvédelmi cég megbízásából 2 hónapig dolgoztak Bulgáriában, az Alstom egyik erőművében. Szerbiában is végeztek munkákat, 2013-14-ben a szerb-magyar közös határszakaszon készítették 82 település levegő- és zajtérképét. Méréseket végeztek uniós támogatással
a szerb piacra történő belépés elősegítésére. 2010-től ipari zajcsökkentésekhez tartozó kivitelezések végzését kezdték meg. 2013-ban az M4-es metrónál a POR Saudi Bin Laden HBK Group részéről felkérték, hogy Katarban végezzenek méréseket, Doha városában a metroépítésben. Nagy részt a budapestivel megegyező feladatokat végeztek el. A zajvédelem lényegében a belvárosi környezetben végzendő fúrásoknál nagy kihívást jelent. A cégnél rendelkeznek elegendő szakértelemmel, innovációval, az újrahasznosítás speciális kivitelezési falak létrehozásában is. A metroépítésnél több részmunkát elnyert a cég, emellett török céggel közösen szükséges közútfejlesztésekhez kapcsolódó folyamatos levegő és zajmérésre nyertek feladatokat Katarban. Azt hiszem, egy olyan szerteágazó tevékenységet végző cégről van szó, amely méltán érdemli meg a nemzetközi díjat. A díjat Tan Attila ügyvezető igazgató veszi át. Új fejlesztés kategóriában kiemelkedő környezetvédelmi teljesítményéért, egy új berendezés kifejlesztéséért díjat nyert a Knot Kft. A cég fejlesztése a Waterscope berendezés. A Waterscope egy olyan meglévő innováció továbbfejlesztésére épül, amely egy digitális holografikus mikroszkóp és az ehhez kapcsolódó hologram rekonstrukciós szoftver komponenseiből felvett képeket, klasszifikáló szoftverkomponensből és egy ipari berendezésként működő műszerből áll. Én azt hiszem, hogy ez a bál elején már eléggé megterhelő volt. Magyarországon több helyen olyan víztisztítási módszert alkalmaznak, ahol az egyes szűrőberendezések, homokszűrők, aktív szenes szűrők fertőtlenítése, mosatása napi, illetve heti rendszerességgel történik. Ennek a tisztítási folyamatnak az energiaigénye magas, a felhasznált víz mértéke csökkentésre szorul. Ezt teszi lehetővé ennek a technológiának és ennek a berendezésnek az alkalmazása. Elsődleges piacuk a helyi víziközműszolgáltató cégek, a saját kúttal rendelkező élelmiszeripari termelővállalatok, illetve a hűtőtornyokkal rendelkező üzemek. A díjat Ilcsik Csaba, a Knot Kft. Ügyvezetője veszi át. Most pedig az életműdíj átadása következik. A nevet a végén szeretném mondani, de azt hiszem mindenki rá fog jönni, hogy kiről van szó. A díjazott egész élete, minden napja a szakmáról szól. A környezetvédelem, a geológia, a hidrogeológia hivatásává vált. Páratlan szakmai alázata és probléma megoldó képessége óriási teherbírással párosul, de mit is várhatnánk egy olyan embertől, aki két helyen született.
A bölcsőtől a sírig tanulunk, tanítunk és dolgozunk, vallotta már akkor is, amikor ifjú vasutasként irányította az úttörő vasútforgalmát, majd a Szabó József geológiai technikum padjába szívta magába a szakma és az oktatás szeretetét. Tanulmányait Leningrádban folytatta, ahol 75-ben geofizikus és hidrogeológus diplomát szerzett. Az érettségi jelesre a diploma summa cum laude sikerült. Az egyetem után az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet víz- és mérnök-geofizikai osztályán kezdett dolgozni, ahol többek között a Balaton-medence mély szerkezeti kutatásával foglalkozott. 1980-tól 3 évig Mongóliában a Nemzetközi Földtani Expedíció magyar expedíciós részlegének vezetője, majd 4 évig Kubában az Oriente tartományban dolgozó magyar expedíció geofizikusa volt. Magyarországra visszatérve 1989-ben a Geofizikai Intézetben létrehozta a környezetvédelmi osztályt. A szovjet csapatok kivonásakor a környezeti károk meghatározására készített metodika egyik készítője volt és aktívan részt vett az úgynevezett csapatkivonási bizottság környezetvédelmi munkájában. Az első induló kármentesítések során már az Elgoszkár vezetőjeként fejlesztett innovatív felszín alatti víztisztítási technológiákat, enzimes biokatalizátoros talajremediációs eljárásokat. A vezetői zöld szemléletét mutatja, hogy Magyarországon 3. cégként auditáltatta az EMASZ hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszert. 2004-től kezdődően a környezetvédelmi szemléletváltás széleskörű elősegítése érdekében a BME OMIK-kal szorosan együttműködve, a pénzügyi forrásokat önerőből biztosítva összesen 177 hiánypótló és egyedülálló kiadványt adott ki az Elgoszkár 2000 Kft. Gondozásában, biotechnológia és környezetvédelem témakörökben. A kiadványok megtalálhatók az országszerte a nagyobb könyvtárakban, egyetemeken, oktatási segédanyagként, szakcégek ismeretterjesztő folyóirataként. A Magyar Honi Földtani Társulat és a Magyar Geofizikusok Egyesületének aktív tagja, számos szakértői, tervezői, felelős műszaki vezetői jogosultsága a környezetvédelmi, vízimérnöki, geotechnológiai szakismeretét bizonyítja. A Magyar Mérnök Kamara 2010-ben a környezetvédelmiért kitüntetésben részesítette, amelyet azok a kamarai tagok kaphatnak meg, akik a környezetvédelem egy vagy több szakterületén hosszú időn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt nyújtottak. A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 2010-ben Pro Geofizika emlékérmet adományozott neki. Az előadóteremben és a terepi gyakorlatok során tanított általános oktatói tevékenységéért a Debrecen Egyetem 2003-ban tiszteletbeli egyetemi docens, a Nyugat-Magyarországi Egyetem 2006-ban címzetes egyetemi docens címmel jutalmazta. Életét, tevékenységét mi sem példázza jobban, mint az az értékmentés, melynek során Gyöngyös-Oroszliban a lerobbant ércelőkészítő területén korszerű műszaki és oktató központot, a volt használó akkumulátor feldolgozó területén egyedülálló geológiai bemutató központot, az Ásványok Háza hozott létre. Biztosan kitalálták már, Magyar Balást kérem fel, hogy vegye át a díjat. Gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük szépen államtitkár úrnak és elnök úrnak a közreműködést. Az elismerések átadása azonban ezzel még nem ért véget.
A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség minden évben megszervezi a junior szimpóziumot, ahol a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás területén tevékenykedő fiatal szakemberek mutathatják be kiemelkedő szakmai tevékenységüket. A szövetség díjat alapított, amellyel a legkiválóbb munkákat jutalmazza. Az első díj egy akadémiai kalap aranymasnival átkötve és egy oklevél. A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 2015. évi junior díját a szövetség elnöke Kovács Károly adja át. Kérem, fáradjon a színpadra. A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség fiatal tehetségek felkutatása és elismerése céljával egyedik alkalommal megrendezett junior konferenciájának és előadói vetélkedőjének, és ezzel a Massesz Junior díj 2015 nyertese Bakos Vince. Bakos Vince 32 éves biomérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alkalmazott biotechnológia és élelmiszertudományi tanszékének tanársegédje. 2006-ban szerzett mesterdiplomát, azóta az alkalmazott kutatás területén dolgozik az egyetemen. Összesen 20 folyóiratcikk és konferencia előadás szerzője vagy társszerzője. A biológiai szennyvíztisztítás területén az elmúlt 8-10 évben több mint 10 nagyobb hazai és nemzetközi kutatási projekt résztvevő kutatója volt. Doktori tanulmányai keretében ipari vagy ipari hányadot is tartalmazó lakossági szennyvizek biológiai nitrogén eltávolítási lehetőségeit kutatja. További kutató munkájának főbb tématerületei a következők: biológiai szennyvíztisztítás, eleveni szapos és biofilm rendszerek, biológiai tápanyageltávolítás, biodegradáció, ipari szennyvíztisztítás, xenobiotikumok eliminációja, ASM alapú modellezés. Kutatásfejlesztésben végzett tevékenysége mellett 2011-14 között a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen működő technológiai szennyvíz laboratórium vezetője volt, mely idő alatt a technológia támogató tevékenysége a labor szakmai irányítása mellett kiterjedt a mintázás, az online technológia követés, valamint a hatósági kapcsolattartás területére is. Ipari, biotechnológiai, laboratóriumi és kutatói tapasztalataira támaszkodva elkötelezett munkát végez a környezet és vízbázis védelem területén. A junior konferencián tartott előadásának címe: mintázás és mérés, a szennyvíztisztítási hatékonyság meghatározásának látens kihívásai, melyben terepi és tudományos tapasztalatait integrálva mutatta be annak jelentőségét, hogy a szennyvíz mintavételből származó, valamint a minta előkészítés, tárolás, tartósítás és az analízis során bekövetkező rejtett hibák nagy mértékben befolyásolhatják a tisztítótelepek tervezését és hatékonyság növelését célzó számítások kimenetelét. Győztes Bakos Vince, kérem, fáradjon fel. Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, ezzel az ünnepélyes díjátadó véget ért. Gratulálunk a díjazottaknak, és további szakmai sikereket kívánunk. Most pedig engedjék meg, így igaz, a taps teljesen jogos. Most pedig engedjék meg, hogy röviden ismertessem a ma este programját. Hamarosan kezdődik a vacsora, amit szép nyugodtan, kényelmesen fogyaszthatnak el, hiszen 23 óráig folyamatosan szolgálják fel önöknek a finomabbnál finomabb fogásokat. Mostantól lehet vásárolni tombola jegyeket, és bizony megéri, hiszen értékes nyeremények várnak önökre. A jegyekből származó bevételből 100 000 forintot a Dán Alapítvány számára ajánlott fel a szövetség. A jegyeket hostessek árulják egészen a sorsolás kezdetéig, azaz ilyen 1 óráig.
Az ünnepi esemény emlékezetes pillanatait, amint láthatták már, profi fotóművész örökíti meg. A bálon készült képeket az est folyamán előhívják, és éjfél után meg is lehet vásárolni ezeket a ruhatár közelében. Vacsora után nyit majd a kaszinó, ahol blackjackezni, rulettezni, pókerezni lehet, és majd lesz a kaszinónak is eredményhirdetése. Aztán nyit a vacsora után a drink és koktélbár is. Fontos, hogy a koktél és drinkbárban egy italra a vendégeink a ma este folyamán. Ehhez azonban fel kell mutatni az italjegyet. Ez a belépő jegyen található perforált rész, tehát ne felejtsék el magukkal vinni majd a drinkbárba. A további italokat már térítés ellenében szolgálják fel önöknek. És a mai estén itt van velünk egy jósnő is, aki egy kicsit kíváncsi a jövendőjére, az jósoltathat magának a ma este folyamán. És akkor a programról a vacsora után a Forgatag Művészeti Együttes egy bécsi keringővel nyitja meg a bált. Ezt követően egész este a Vegas Showband játszik majd önöknek, önöké lesz majd a táncparkett. Aztán 22 óra 30 perckor Wolf Kati lép színpadra és egy fergeteges koncertet ad majd. Ezt követően egy brazil szambasót láthatnak majd. És fél egykor majd felszolgálunk önöknek egy kis korhelylevest, hogyha letáncolták már a vacsorát. Egy órakor kezdődik, amint mondtam, a tombola, ne felejtsenek el jegyet vásárolni, és ekkor lesz majd a kaszinó versenyének eredményhirdetése is, és ezt követően egész este önöké a táncparkett, és lehet táncolni majd, amint mondtam, a Vegas Showband szolgáltatja majd a talpalávalót. Hölgyeim és uraim, akkor ahogy ígértem, a vacsora készen áll, felszolgálták önöknek, jó étvágyat kívánok a vacsorához!